és ez az Estate Agent Simulator, amit már nagyon a írtatok, de csak most a lidáig, mert annyi játék jelenik meg, mint az állat. De de nézzük meg, új játék, ingatlanosok leszünk, nehézség normál, napi ciklus normál, nekem teljesen jó a, a normál, azt a mindenit. Az egy dolog, hogy magyar a játék, de hogy magyar nevekkel, Norbert, György, pont olyan gyúr is hallod, gyúrmázott nálunk a, a kondiba is, hogy láttam Figyelj, olyan arc kell, ami, ami, ami maga biztosságot és hozzáértést sugároz, uha, <gülő> ez az, amikor nem adtál el egy házat sem hat hónapja, táskáinak is táskái vannak, figyelj, én azt mondom, hogy, hogy, hogy ő ilyen kis, ilyen kis visszafogott, ja, még is vannak. Mármint uh, már mint, nem, mint akkor különbségek lennének. Ferenc! Ha lehetne ennél jobb, ha David Dávid nincs, akkor, akkor legyen már Ferenc. Én maradok a Ferencnél, hallod? <gülő> Teljesen jó. Uh, a feleségét. Igen? <laughs> És ez miért fontos? Mert most nem azért. Csak egyet lehet választani, ugye? <laughs> Jól van, legyen, Luca! Na, választottam. És itt is vagyunk! A, a fullos. A... Jézusom! Bro, a képen nem éppen így néztél ki! Hát, ha így felkelnék este az ágyból, még az, az árnyék is olyan, hogy összeszarod magadat. Luca, te vagy az? Lélegezz, kérlek! Ha valami baj van, kacsincs! Strókoda van? Jézusom, biztos jót választottam amúgy. Na mindegy. Ö ó, oh, egy meg még ott van a képen. Hey, nem is ő van a képen. What the fuck? Ez, ez a izé, ez a másik csaj. Na, 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 na. na. Álljon meg a menet. Luca! Na, azaz. Akkor, akkor mire kattintottam? Nem is értem egyébként. Hopp! Ohoho! Meg ho, is vagyunk! Sokkal jobb! Mint ha épp most jönne felé egy egy 600 tonnás kamion és egy, egy űz lenne. Most pedig van a képen? Nagyon helyes, jó, itt tovább, itt tovább. Beindult az élet, nem vagyunk kéhesek. A párkapcsolati mutatunk 80%-os. Jó, van valami, rajta dolgozni, de semmi baj. És házunk meg nulla van. Mondjuk, hogy akkor hol vagyunk, azt nem tudom. Hopp, lejövünk a lépcsőn, egy vadászpuska szoliden a falon. Um, ki a bőröndöt és vedd el a pénzt. Jó, jaj, jó, jaj, szépen halasdjunk. Ez a bőrönd? Azért az XXL-es bőrönd kellett, annyi zsugánk van, nézzük csak. Ó, oh, yeah. 40 ezer dollár. ő, uh, hej! Hey. Emet tojás sütni? Na jó, es. 40 ezer dollár, az 14 millió forint. Hát! Igen, hát valahol el kell kezdeni. Ó, oh, itt megy azért az élet, itt elkezdte. A kicsi macival nézik a, a tévét, úristen, de, de komolyan hívja korvost. Na mindegy, főleg, hogy ki van kapcsolva a tévé, nem baj. Na, még mindig nem a vadászpuska következik. Oké, okay, ott van Ferenc, nagyon jó, és Tabbal leltár. Mi más lenne Ferenc zsebébe, mint egy fánk, chips, kóla és sült krumpli. Egy kicsi, ami hátra maradt a Big Mac menüből, az még ott van a belső zsebbe. Azt odafigyelj, hogy hogy tiplizik. És mi lesz a következő napi program? Azt a megy a, megy a biznisz. Valószínűleg olyan pénzügyesünk, vagy valami könyvelünk. Okosan könyveljé. Csak amit muszáj. Embetű. Ott van a város, itt tudunk majd gondolom akkor vásárolgatni. Hát ez nincs de sok ház. Gyorsan felvásárolunk majd mindent. És vannak skillek is, nagyon jó. Menj a megállóba és utaz bárhová. Mármint, hogy... Oho, -oh -oh! Mi az a vises fel, Gyorsan rádurrantottunk valami mindig nagyobbat. Menetkomfort komfort biztos nagyszerű lehet. És, és, nem azzal kéne menni, vagy... Na mindegy. Um, hát akkor gondolom ez a, ez a megálló. És, és innen lehet utazni. A kaszinóba például. Ott már most este van. Nem, 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 nem. Itt vannak hát ilyen környékek. Gondolom mindegyiknél azért másfajta házak lesznek. Lovag voltja, ha esetleg szeretnék. Vagy otthon, ja. Um. Ide még a busz egy is drágább. Ide a legolcsóbb, szóval valószínűleg ez lesz a csövi negyed. Először ide megyünk, abból talán 12 millióért kapunk valami házat házat. az kutyus! Jaj, de cuki vagy. Te vagy a egy konkurencia, te is ingatlan azzal? Szóval van egy, egy, egy ilyenünk. Ó, a rendesen festőenger, meg ilyenek? Bár, szia. Szia. <laughs> Mi ez a képesség? Keressen a házakat a városban ingatlan ügynököt keresve beszéljen tulajdonosokkal, és szerezze a béletti jogot egy hónapra. Nem és nem ven, venni akarjuk? Oké, okay, valami lesz. Szerzünk egy ház, ez nem majd valószínűleg tisztább lesz a dolog. Csókolom. Master of uh, Lawyers. Hó, a hey, helyi, ügyvéd. Szerintem sokat fogunk majd meg találkozni, uram, ha valami sédi dolgokba keveredek. Mm -hmm. jó van, vagy csak egyszerűen házvásárlás lesz. Nem tudom, hogy akkor kell majd ilyen ügyvédi költséget fizetni, meg ilyenek. Uh, oh, a GTR! Hello! A jó kis kárfor széles Nagyjából az itt nekem szembe róla. hát akkor... Ja, vegyük egy házat, vagy valami. Ó, oh, csókolom! Itt, itt most mi eladó? A ház, vagy... Vagy mi? Érted, valahogy fel kell hívni a vevők figyelmét. Realtor wanted. Reáltor, tehát bérbe adják? Nem, ingatlan ügynök a Reáltor. Hello! Ha meg akarod vásárolni a házam bérleti jogát, akkor 23 ezeret kell fizetned. Ne. Ez bérleti jog. Ja, fél 200 méter, egy plusz egy szoba, 200 négyzetméter, de jó, ha? nem tudom mi a többi. Nem bútorozott, nincs garázs, távol az iskolától, távolság a várostól, piszkos, valami jó benne egyébként. Mégis van fölött a tető, meg ilyenek. Ez túl magas. Jó napot kívánok. Megegyeztünk, ez drágább, mint gondoltam. Igen, ez, ez drágább, mint gondoltam. Új ajánlat. Na, de figyelj, 20 ezer alá szerintem nem fog bemenni, szóval szép kövér. 20.000 dollár, tudok fizetni 20.000 dollár? Sajnálom, nem tudom elfogadni, többet kellene, feladtam, át kell gondolnom. Akkor legyen 21, jó az, nem? Ha csak nincsen magasabb ajánlatod, elmehetsz. Szerintem fogy a türelme, jó, akkor legyen 22.000. Ez, ez mégsem egy autó, nem lehet itt akkor alkudni. Igaz, hogy szakad le a tető, esik a vakolat jön fel a járólap és elfogadta már miénk is a ház valamie na mindegy, nézzünk be, hogy, hogy, hogy milyen a, a ház, hát igen nem, nem igazán hazudott, amikor azt mondta, hogy nem az igazi, szóval ki kell pucolnunk, rendesen kivinni a szemetet, meg ilyenek, és ugye piszok érték lemegy, ú ez a hang ez nagyon jó, ez nagyon, érzem, hogy szakad a egy kis csótáj, szerencsére csak egy nézetméteren. Nem, nem a fánk, nem, 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 hol a, 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 nem tudom, rovarírtó? Azaz Ezt mind felszámoljuk költségnek. Drága lesz ez majd a kövi tulajnak. uh, hogy előcsapta a tabletet, várja, várja, várja. Ez itt, ez itt penész volt. Ja, de amúgy olyan, mint a tapéta a lenne, szóval hagyhatjuk, ezeket innen lesúroljuk, Aha, jön az, csak szépen lassan. Jó, bele kell állni. Így. Ide egy, egy fél gombóc fagyik, kifröccsent. Hát megesik az ilyen, miért is takarítanál? le, inkább el kell költözni. Én is így szoktam, ha véletlenül összepiszkolom falat. ha hát ez, ez, erről inkább ne beszéljünk. Ha összepiszkolom házat, akkor veszek egy újat. Ennyire egyszerű. Átlagos bérleti értéke. 2800-3400, szóval kiadjuk albérletbe, nem adjuk el hanem, hanem egy kis passzív bevételt szerzünk belőle. Egészen, egészen, jó. És 0 per 20 bútor. Aha. Hát ez nem sok. Igen. Jó, hát basic albér lett. Na, hát majd hozod magaddal a felfújjatós és akkor örülsz magadnak. Kint az udvaron esetleg valamit. Még azért lecsekkolunk. Nincs a hátul elás, vagy hulla, vagy valami. Egészen jó. Még kocsi felálló is van, szóval szerintem nem lehet panaszkodni. Hát akkor most még nem kéne kiadni, nem be kéne rendezni talán, tablet, uh, web, uh, igen, hirdetés. ah itt tudjuk kirakni hirdetésbe. nincs -e a piac <laughs> Nem. Most egyelőre pénzt akarom keresni. Nem nagyon látok bútorboltot, szóval valószínűleg a térképen kéne megkeresni. Uh, minden szerdán aukció, milyen nap van? Hétfő? Hát az rip. Hát ott van valami vásárló. A hely, szóval azt meg lehetem nézni. Jézusom! Eltűnt a nap, ellopták az a ufók. Mi történt? Valószínűleg este lett. Azt, ami acélbetétes betétes bakancsunk van. Itt egy hadsereg jön, egy ork hadsereg, olyan hangom van. Várja, várja, várja. Itt lesz az a volt, igen. Mondjuk lehet bezárt. Oh, Yuki House! Már ki is aki ide az ezer éves komódok, minden. Uh, Zárva. de láttam, hogy ott állsz, Yuki! Ne hazudjál! Mindjárt hozzak egy feszítővasat, az bemegyek? Nem hiszem el. Egy pénzt bukunk. Oh, nem baj, ennyi belefér. Uh, 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 aha. Itt a busz megálló. A kaszinó előtt. <laughs> <laughs> Ez valószínűleg a tulajé. Azajöttem, Lili vagy, vagy, vagy... vagy Móné, vagy... Hogy hívnak? Na? Azóta... Hé, hey, hol az asszony? Hello. Oh. Ó, oh, elnézést! Miért zuhajzó fürdőruhába? Igen. Jössz föl. Ja persze, előtte bosogass el. Az az, az jó. Na, a fegyvert most már le tudjuk venni. Vadászat hamarosan. Ájjáj, még nem. Na. Dobjunk egy szugyát. Hazatért a vállalkozó. Hát igen, az első, első napunk az á, még adó is ráment, nagyon jó. Erősen minuszos, de még ez egy 15 ezerünk van, szerintem abból pár bútort, ez egy csak tudunk venni, hát röpkő milli millióból valami csak kijön. Uh, e, hordozása, e pont, és erre gondoltam, hogy most meg menjünk már az autónkkal, ha már van. Illetve hát remélem, hogy az enyém és nem a szomszédé csak így meg. Azt, ahogy megy nitró, jól látom. Oh, Akhogy -e ki. E, melyikkel? E, e, oh, opa, opa, opa. E, e, shift, Hello? Hello? Mit rózzál már? Szétnyomom a shiftet. Íííí. Mi ez? Hova kerültem? Random versenypálya. Várjál már. Lehet, hogy még nincs ebben a nitro, így rakva. Nem nem akarja. Azt a bicsoda cinematic. Erre vágytam. Na de ellopjuk a lapot. Itt van Yuki boltja. Beparkolunk. És Mennyi adod a bútorokat, Yuki, mondja, Ja, ma le kell beszélni. Go fridge. Szeretnék új bútorokat vásárolni, Yuki. Aha... Igen, hát én maradnék a... az egyszerűség vonalán. Kell egy tábla. Igen. Egy a legolcsóbb tábla. Jó, legyen egy-egy-egy ebédlőasztal. Egy kis... Nem, nem, igen, egy kis uh, dohányzóasztal, mondjuk a legolcsóbb szék, hol van? Hát ez a legolcsóbb. Négy darab, kis dekorvirágítás, kis növények. Nem tudom, hány darabnál járok. Jó lesz abból az egyes fotelből kettő, na. 800 dollár hát ugye ez? Ágy, igen, az lenne. Hát akkor ma ez, ha már ugyanannyiba kerül. Egyéb, el uh, kéne mosógép, ja meg mondjuk egy, egy, egy gáztűzhely, meg TV? Uh -huh. Itt valami csövesebb tévé. Nem kell oda tévé. Meg hozza pagukkal, meg egy, meg egy hűtőszekrény. Na, ez, ez bár így is több, mint amennyit érdemelnének. Remélem úgy meg fogja dobni a, a ház bérleti értéket, mint az állat. szépen kipakolt ide, csak szépen mindent bepakolunk. Opa. Um, aha, azaz. <laughs> Első a biztonság. Kövérnél biztos, hogy nem verjük, hogy telibe a hát, mögöttünk lévő, de nem érdekes. Vihetjük. Ez az azt pont 20 tus lett. És úgy egy 6000 dollárval a jó megúsztuk a dolgot, szóval teljesen büszke vagyok. Honnan van a házunk? ez itt szembe pont. Ó, gyönyörű. Válunk az ajtó elé. És aha, akkor mindent pakoltunk ki, amit csak szeretnénk. Kis asztal. Uh, hogy legyen az elrendezés. Hát ez ide így lentre kéne, mondjuk itt lesz ebédlő. Hopp, már mint ugrott volna az érték is egyből. Rakunk egy, 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 széket. Aha, egy 100 dollárt adott hozzá egy szék, és ha jól emlékszem, pont annyi volt. Egy sütő volt, vagy, vagy egy ezres is akár. Itt lesz a Főzőrész, 300 dollárt adott hozzá. A mosogép egyben konyha pult is lehet ott főzni. Teljesen jó. Ágyat ide fölül. Így. Itt kanapéről ülve tudják nézni a szomszéd hátsó udvarát. Majd ha lesz a tévé, akkor jobb lesz. Figyelj, azt de hogy egész jó. Ha, ha úgy fotózzuk majd a képeken, hogy így, így, és nem látszik, hogy 40 négyzetméter tök üresség van, akkor jó lesz ez, 4000 az alja, 5000 a teteje, el fog az menni 5000 ér is, de nézzük, tablet, és akkor ö, lövünk pár képet, igen, még vakú, azt a mindenit, ott nagyon jó, ú, de jó, a virágot mindig át kéne rakni, arra a helyre, ahol fotózunk, és akkor feldobná, teljesen gépesített, Mindenre alkalmas, ezért ne látszódjon már, hogy a lámpa nem van a földön Ott az egy, Ezt szemből kéne fotózni, ne látszódjon, hogy, hogy nincsen TV, Moziterem, hát most nézz oda, nem tökéletes? Ez, 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 ez nem az, ez háttér háttérképek ha Lövünk be valamit Csak a Lili meg vagy, vagy ki? Fényképeim, aha Oh, micsoda képek. Egy kicsikét, mint a sötétek lennének, de nem baj, majd fent a fényerőt. Lehet vakuzni kellett volna, és akkor web. És akkor kép. Igen, melyik legyen, melyik a legmeggyőzőbb? A moziszoba. Nagyon jó. Ó, csak három képet lehet, nem már. -e? az, jó, van egy is. És az ócsó nagyon remeg. Napi bérleti díj. Napi? <gül> 5000. <gül> nem, 4999. És egészen zöldbe vagyunk, azt mondja. Én ezzel már meg vagyok így naponta. Eladó vagy kiadó? Aha, most még ezt nem kapcsolhatjuk, de majd fogjuk tudni. És ezzel így meg is vagyunk. Öt nap alatt visszahozza majd az árát, a jobb együtt vagyunk hat, de úgyis teljesen jó. Hirdetés küldése és már csak várni kell a, a, az érdeklődőket. Jönnek majd házhoz. Ja, közben megint este van. Uha, gyorsan pörögnek a napok, de akkor gyorsan pörök majd a pénz is. az jöttem. Nem, nem, nem sokat teszünk ebbe a párkapcsolatba, én úgy érzem. Nem sokat vagyunk itt, de a hát. biznisz az biznisz. Mit csináljak? Árverés nyitva. Ó, oh, oké. Okay. Hát nem tudom, a házakat árvereznek, vagy vagy mit? Van 9000 nem szóval annyira azért nem... 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 nem erős. Uh, az hol is van? Ja pont itt! Hoppa, várjál már, Storage Wars! Micsoda raktárvadászat, már tolatok is be! Biztos pakolunk nagy lútokat, Csókolom. Uh, Húha, eléggé depresszív a hangulat. De, még nem indult meg az is biztos azért. És akkor... és akkor itt is mint az... A storage hustle-be? Gyorsan egy ingatlanosból átcsaptunk egy kicsikét a raktárvadászba is. Mikor kezdődik? Hello? Uh, szia! Ajaj. Ja, ő az, hát... Pont ugyanúgy néz ki, mint a többi, de 100 dollárért tudunk beugrani, és utána egyáltalán licitálni. Jó van, beindult a hangulata, hogy hallom. Gyorsan, gyorsan felmérjük, hogy mi van benne. Egy sárga konténer. <laughs> nem tudom, adok érte 800-at, ezt nem lehet megadni, mennyit csak, hogy adok érte. E e 2500-at, mi van? Nem, nem biztos. Hát, hát, e hát elkelt e 3007 ér. Ebbe narancsárga konténer van, what the hell? Ez e e meg, 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 megvette. E e hát jó. Egyet egyre szükségem van, komolyan 800 dollár, 900, 1000, 1001, 1000, 1008, what? mi? 2005? Na, Léci, ne legyetek irigyek. Új vagyok a városba. Uh, ez szerintem az enyém lett. Konténer szállítva. Ja, azt írta ki. Ú, uh, nagyon jó. Hát figyelj, ebből is egy 2005-ig elmegyünk, ha más nincs. Az egy napi bevételünk innentől kezdve, mondjuk egy kis ki ne adni. ó, van, hagyjál már. 2008 c Valaki nem jelentkezett még amúgy? Így, így, így. Nem látom ezt a tableten? Haló? Mél? Várják! Ma van a raktárvadászat. Hát. Jó, kösz. De hogy így hirdetés aktív... Hát... Nem úgy néz ki, hogy kapkodnának érte, de lehet, hogy ott áll a ház előtt már reggel óta. ott a konténer, nagyon jó. Mennyire is vettem? 2500 dollár? Hát azért berendeztünk egy fél házat, nézzük mi van benne. Ú egy fél ház, apukám. Figyelj, ez a forgószék az volt, vagy 1000? Ez 100 dollár, ez a szekrény az 2300. Hát, az a szekrény, az a szekrény is szerintem lehetett egy ezer dollár. Szerinte bő, Hát nagyon nem bőven, de pluszba vagyunk. Nagyon jó. Még ha ezt is beletúrjuk a kis izénbe, és házunkba, akkor úgy egészen... Egészen jók leszünk. Hát persze fér majd ennyi, mert hát még egy kis váz, minden. Ez fullos profit. Nagyon jó. Egyből mehet majd 6000 ezeré. Halló, valaki? Nem akarja kivenni? Nem úgy néz ki. 13 per 20. Nagyon jó, 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 levesszük. Akkor ide föntre ruhás szekrény. Um, um, ami, ami nem mehet fal mellé. He? Akkor ide lentre ruhás szekrény. Um, vagy, 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 ide. Így, nagyon jó. Kis váz az asztalra. Nem éppen egy íróasztal, de hát na abból kell élni, ami van. Az ott a dolgozó szóval Ja, vannak nagy zenék közben, és az utolsó egy ilyen kis kiülő ide az ágy végére 4700 dollár. Mondjuk a teteje az nincsen benne a 6000 -be. Kicsit szomorú is vagyok, viszont nem azt jelenti, hogy nem adhatjuk ki annyira. Tehát szóval azt mondom, hogy 5990, nagy szép legyen, és egy picit a drágába belelóg, igen. Hát de teljesen be vagyunk azért itt rendezve, azért ennek csak működnie kellene. Én nagyon figyelek, hölgyem, esetleg már annyira tetszik neki az ingatlanunk, teljesen kivetkőzött magába. Jézusom, milyen emberek laknak itt, hova szaladtok? Miért fut utánad egy ember? Beszéljünk már. Jó napot. Miért követi ezt a, ezt a hölgyet? Jó napot, hová mész? Semmi között hozzá, sietek, azt láttam. Rendben, rendben, de itt tovább. Let's go! Uram, nem érdekli önt egy kiadóház? Benedek, szevasz, mi újság a városban? Nem érdekelnek ezek a dolgok. Értem én, veled nem lehet szórakozni. <laughs> Gyíha, ha um, Igen, valahogy a, a kis képükön mindenki nem pixelből áll. Gyönyörű vagy, ez nagyon kedves tőled, köszönöm. Vigyázz magadra. Én tárcsáztam volna már a helyébe a rendőrséget, de semmi baj. Oh, hello, uram. Kiadóház, meg minden? Van rá 6 ,000. mit gondolsz? 45 ezer. Uh, jó, visz uh, 6000. Uh, ennyit tudok fizetni. <laughs> Sajnálom! Nem tudom elfogadni. Feladtam. Hmm. Hát akkor az a rábeszélés az annyira nem működik. És kiállok ide, mint egy. mint egy idiót a szomszédba. Csak jó lesz. Ajaj, Ferenc közben kezd éhezni. övrünk egy, egy csokis is fánkot. Hopp. 10%! Sűrű Két naposan? Jó az még. Nincs esetleg valami új skillpointom, hogy jöjjenek csemberek, vagy nem kéne ezt meghirdetni, kirakni egy nagy táblára. 29 napunk van még hátra ebből a házból. Aha, tehát itt konkrétan akkor tényleg 30 napra vettünk um, bérleti jogot, hogy utána bérbe adhassuk. Bonyolultabb nem is lehetne. És újabb nap bérlő nélkül. há nagy a baj. Igen, nem lehetne. Hello. minden rendben van a bizniszzel. Sok a bérlő, jól megy a munka. Ne aggódj, nem sokára már áram is lesz, és akkor be is lesz kapcsolva az a tévé. Hát, jött egy e-mail. Az új autó elérhető a márka kereskedésben. Hát ezt, ezt, egyelőre örülök, ezt fent tudom tartani, hagyjam már. Ezt a vázát lecserélem a, a, a fotelre, ami még itt van, valószínűleg erősebb értéke van. És még egy napot adok neki, utána utána akcióznunk kell. Jézus Mária! Napok óta szobrozok a háznál, hogy mikor jön már oda ember. Azt észrevettem, hogy ez itt zölden villog ez, a, ez, a, ez, az ikon, ami most nem, de meg gondolom már ide jöttem. Mert ez az irodánk, ott lakunk, és ez itt az iroda, ahol fogadjuk az embereket. Ó, Isten. Hát én azt hittem, hogy ez a helyi konkurencia. És most adja -e be a tutoriált. Aha. Marika néni. 5009 ér. Igen, a 15-ös ház. Na, örülök, hogy látlak, miben segíthetek. Szereplő házat 6 napra szeretném bérelni Így van, a, a díj. az napi 5009. Megállapotottunk 5002-ben. Figyelj, ez még mindig az ár. Oh! Marika néni, egy, egy pillanat, tetszik várdi, egy, egy, egy kicsikét? Jó napot kívánok! Um, igen, hölgyem, nem Marika néni, nem, nem igazán, um, vár, egy kicsit siet Zita, hát nem is értem, hogy miért, 23 napra kivenni, oh yes, Marika néni mehet a bánatba, 5100 ér, figyelj, alapodjunk um, meg középen, 5490, és akkor én már boldog vagyok, Mit gondolsz róla? Ez meghaladja. 5457. Zita, üdvözlünk! Köszönöm szépen, hogy jöttél. Ennyi napra kivenni? Ú, ú, ú. jó, oké, okay, semmi baj. Azonnal elkészítem a bérleti szerződést, bár készül is, és képességi pontot is kaptunk, ha jól látom. Azért naponta 5500, az nagyon finom, és itt van a. a a, 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 gép feleségről. Természetesen egy kép, meg újság, amihez tehet, tehetség kell, hogy elolvassak az, egy újságot. Hát igen, ez, 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 ez jogos. Na várj. ez itt a könyvelői asztal, ez meg itt a másik. Hát egyenlőre úgy néz ki, én vagyok mindegyik. Aha, és akkor hol papírozzunk? Béret, bérleti szerződés, 23 nap, fizetetlen béleti díjak, jaj, jaj akkor gondolom, hát naponta is lehet majd hozzájárni, pénzt begyűjteni, azt a mindenit. És mi van itt a könyvelőnél? Ó, fel lehet venni egy jó könyvelőt, és az adót <laughs> csökkenti. Keres nekünk egy pár izét, egy pár kiskaput, Zita, itt van Zita is, hát legalábbis a neve ugyanaz. Egészen nem úgy néz ki. Jó, hát szerintem, várja, mennyi a könyvelő? 100 dollár? Azt szerintem napi. 5% -e adóért. Nem tudom, nem tudom. Most ezek után nem hiszem, hogy kell adóznunk. Vagy hát végül is a bevétel után kell, szóval... Hmm. Nézzük már meg, hogy mi újságot. Zita, hello, megjött a fővérlő. Oh shit, mert nem tudom, kinyitni az ajtót. Elvitte a bútorokat. Jézusom, Zita, hát ez azért nem szép. Jó, de reméljük, hogy csak, csak éppen átalakítás alatt áll. Nincsen semmi baj. Hát akkor nem, nem, tudjuk zaklatni. Nem itt akarnám. Na jó, hát akkor remélem, holnap már mehetünk majd be hozzá begyűjteni a pénzt. É, csak nem. 26 nap végén fizet majd, ez egy kicsit durva lenne. Addig nagy bajba lennék. Na mindegy, hát ide folytatjuk legközelebb. Kifejezetten érzek potenciáltam ugye a játékban, mert mert, 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 olyan tök jó a megvalósítása. Szokásos, egyszerű, de, de jó megvalósítás. Remélem, hogy nektek is bejön. Hogyha így van, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és még nem tettétek volna, hogy iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok egy csapatba. ストップ